have to mean it when you feel it once and you know it. So to say. A férfiak után a női kézilabdázóink is elkezdték a közös felkészülést a következő szezonra. A lányoknak volt idejük pihenni, így felfrissülve vághattak bele a munkába. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat, és hát ott is ugye keményen dolgoztunk közben, de így együtt jobb volt, mint egyedül. Egy hosszabb nyaraláson voltam tesómmal és barátokkal Amerikában, elég sok pontját érintettük, úgyhogy fantasztikus volt, tényleg érdemes volt. A felkészülési idő rövidsége miatt Elek Gábor vezetőedző a kemény fizikai alapozás mellett sok labdás edzést is vezényel a csapatnak. Nem túl sok időnk van így a felkészülés alatt, úgyhogy nagyon sok labdás edzésünk lesz. Mondjuk abban én is sajnos még nem nagyon vehetek részt, csak így félig meddig, de szerintem nagyon jó lesz. A múlt héten már mondtam otthon meg tesóimnak, hogy lehet, hogy furcsán hangzik, de várom már, hogy kezdjük, mert tényleg elég hosszú volt a pihenő, de úgy már elég volt, úgy bennem volt az, hogy a munkát kezdeném, mind a mellett, hogy ki is volt adva, de így ez az egész feeling már hiányzott, ami lehet majd egy hét múlva azt mondom, hogy mégse. A fizikai munkám van a nagyobb hangsúly, mind a mellett azért vissza kell térni a labdához is szép lassan, ugye elmegyünk válogatottal is egy hétre, aztán igazából a válogatott utáni hét lesz az, ahol teljes kerettel és tényleg teljes erőbedobással tudunk már készülni együtt. Nem lesz olyan hú de hosszú idő, de sok mindenre elég. Együttesünk azonban még nem teljes, ugyanis spanyol irányítónk Nerea Pena hazájában hamarosan edzői vizsgát tesz, ezért plusz szabadságot kapott. Míg az elmúlt hétvégén a magyar junior válogatott a világbajnoki címet nyerő Háfra Noémi, Faluvégi Dorottya és Márton Gréta jól megérdemelt pihenőjét tölti, és a jövő héten csatlakoznak majd a kerethez. Nagyon várjuk őket vissza, és hát tényleg hatalmas gratuláció, meg a fantasztikus eredmény, és tényleg szerintem mindenkinek hatalmas motivációt ad, hogy ők ilyen eredményt értek el. Ott voltam a döntőn és az elődöntőn, ez egy ígéret volt még a Noniéknak májusban, hogy ha négybe jutnak, ott leszek, és ehhez tartottam is magam, és fantasztikus. Nagyon örülök, hogy lementem, mert tényleg ott rázott a hideg a lelátón, végig szurkoltam, és tényleg ez az eredmény, amit most ők hoztak a magyar kézilabdának, fantasztikus, és tényleg én úgy örültem, mintha körülbelül én is ott lettem volna a pályán. Egy nap múlva visszatérnek, készültök esetleg valami kis ünnepséggel, ajándékkal nekik? Ugye mi pont nem leszünk azon a héten, amikor visszajönnek, úgyhogy szerintem ha utána, mert tényleg azért ez mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Gyerünk! Mi van? Thank you.